erdőtűz ütött ki Franciaország déli régiójában is. A lángok már több mint 3500 hektárnyi területet emésztettek fel a földközi tenger partján, Toulon és Saint-Tropez között. A népszerű üdülővezetből sok lakót és turistát költöztettek biztonságos helyre elővigyázatosságból. A francia Rivierán jelenleg 650 tűzoltó küzd a lángokkal, az oltáshoz repülőgépeket is bevetettek.